Ez itt továbbra is a Szökkenő Vándor, és továbbra is a Torna Challenge világkupa kulisszatitkairól beszélgetünk, méghozzá most dr. Kalmár Zsuzsa, nemzetközi bíróval, egyetemi docenssel. Zsuzsa, milyennek találtad a női mezőnyt? Mindenféleképpen egy kimagasló világkupáról beszélhetünk, mert tavaly 9 ország, idén viszont 20 ország képviselte magát a női mezőnybe, 52 kiváló és közepes szintű tornásszal. Remek gyakorlatokat láthattunk, és hát nagy nemzetközi nevek is indultak. Így bizony románoktól Katarina Ponor, akkor itt van Csuszovicsina 42 évével, aki már a 8. olimpiájára készül, illetve abban az időszakban van, és kimagasló gyakorlatokat is láttunk így tőlük. Hogyha egy pici szakmailag belemennénk az ő gyakorlataik elemzésébe, akkor mit tudnál kiemelni? Hát nem csak az övé, hanem a fiatalabb generációk gyakorlatai között is. Vannak olyan gyakorlatok, amik megütik a világszínvonalat, világbajnokság, Európa-bajnokságon magas pontszámokat érnének. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan változtak az elmúlt időszakban a szabályok, hiszen a tornában jellemző, hogy ahogy elindul egy új olimpiai ciklus, új szabályok is lépnek be. Így van, ez most is így történt, ugye az új olimpiai ciklus 2017 és 20 közötti időszak. Domináns, nagyon nagy változások nem értek minket, hála Istennek. Annyi könnyebbség van, hogy nem 5 elemcsoport, csak 4 elemcsoport követelményeket kell teljesíteni a szabálygyakorlatban a versenyzőknek. És hát a technikai variációk, illetve hogy az új elemek bekerültek a nemzetközi kódba, ezek is variálják egy kicsit a szabálynak a minőségét. Hogyha ezt egy picit lebontanánk, akár egy-egy szerre, vagy egy-egy versenyzőre, akkor milyen példát tudnál hozni nekünk, hogy talán a nézők is jobban megértsék? Talán Gerendát megpróbálom akkor. Az elemcsoport követelmények azt akarják, hogy például a tornásznak be kell mutatni egy 360 fokos fordulatot a gerendán, teljesen mindegy, lent, fönt, fekve, állva, egy lábon természetesen. Kell olyan gimnasztikus kötést csinálni, ami két gimnasztikus ugrásból, mondjuk futóátugrást azért azt mindenki el tudja képzelni, meg mondjuk egy zsugor felugrást. Ez egy két különböző gimnasztikus ugrás, nyilván ennél magasabb szintűeket mutatnak a tornászok, ez egy speciális követelmény. Akrobatikus sorozatot kell csinálnia, aminél természetesen szaltos elemnek kell lenni, attól akrobatikus, késztámaszsal és késztámasz nélkül, ez a harmadik, és a negyedik elemcsoport követelmény pedig az, hogy minden irányba történjenek mozdulatok előre, hátra vagy oldalt, a három irányból minimum 2 teljesíteni kell. Az, hogy ez milyen összeállításban van, ez a szabadon választható, tehát azért szabadon választott gyakorlat, de ha ezeket nem teljesíti, akkor mindegyikért 5 tizeddel kevesebb a nehézségi érték a gyakorlatnak. A világkupa legjobb magyar versenyzője egyértelműen Kovács Zsófia volt, hiszen 2 ezüstérmet is szerzett, méghozzá gerendán és felemás korláton. Zsófi, gondolom most nagyon boldog vagy. Igen, nagyon örülök mindkét gyakorlatomnak, hogy szépen be tudtam mutatni, és hogy meglett mindkét gyakorlatnak a második helyezése. Minek köszönhető ez a siker, hiszen az elmúlt időszakban egyre jobb és jobb vagy? Most így a felkészülésben azért voltak nehézségek, ugye volt egy kisebb sérülés, ugye a hasfalamban megint meghúzódott, mint 2 éve, és ugye most a bokámmal bajlódok, ami sajnos nem a legjobb kor jött, de remélem, hogy a további felkészülésben nem fog akadályozni semmi. Hát ehhez képest is különösen nagy eredmények ezek az ezüstérmek. Igen, nagyon örülök mindkettőnek, mert igazából a boka fájdalmam ellenére például gerendán is tudtam indulni, aminek örülök. Egy picit avasd be a nézőket kulisszatitkokba is. Például hogyan készülsz fel egy-egy ilyen versenyre, akár fizikálisan, akár mentálisan? Hát igazából úgy különösebb nincs a felkészülés alatt, nagyon sokat gyakorlatozunk. Igazából ez a kulcs, hogy minél pontosabbak legyenek a gyakorlataim. És ez mit jelent, mondjuk hány darabot csinálsz egy nap? Korláton olyan 2-3 jó gyakorlatot, ami megvan stabilan minden kötés, elem, minden. Gerendán hát olyan 6 jó gyakorlat, gerenda, ami ugye instabilabb, és ott sokkal többet kell csinálni. Tudjuk azt évek óta, hogy a felemás korlát a szíved csücske, és régen a gerendát nem szeretted annyira, de most úgy tűnik, hogy gerendán is ott vagy a toppon. Igen, igazából most már nem érzem azt gerendán, hogy minden versenyen, hogy hú, most gerenda jön, akkor most mi lesz?
izgulok, meg minden. Szóval most már kezdem azt érezni, hogy a gerenda is elég stabil. Mennyire tartottál itt a világkupán az olimpiai bajnok Román Katalina Ponortól? Igazából lehetett rá számítani, hogy ő ugye sokkal erősebb gyakorlattal jött, de én is próbáltam szépen tisztán bemutatni a gyakorlatomat. Lesz-e még a jövőben bármilyen erősítés valamelyik szereden? Gerendán inkább csak tisztítások lesznek. Korláton mindenféleképpen szeretnék még plusz elemeket berakni a gyakorlatba. Altorjai Sándorral, a Magyar Tornaszövetség főtitkárával a Torna Challenge világkupa szervezésének kulisszatitkairól beszélgetünk. Főtitkár úr, nem volt egyszerű ez az idei szervezés, hiszen közel duplája volt a versenyzők létszáma a tavainak. Így van, de azt hiszem, hogy vártuk is ezeket az emelkedéseket, hiszen amikor elkezdtük szervezni itt a világkupa versenyeket néhány évvel ezelőtt, az tudva levő, hogy a verseny bevezetése után mindig emelkedni fog a létszám. Lassan úgy érzem, hogy már egy mini Európa-bajnokságot tudunk itt rendezni Szombathely városában. A Magyar Tornaszövetségnek jelent ez plusz feladatot, vagy ez szokásos rutinszerű munka már? Hát semmiképp nem rutin, nyilván van egyfajta bevett szokás, de meg kell mondanom, hogy itt Szombathelyen a Pannonsport Kft-vel több éve rendezünk sikeresen versenyt. Az ő segítségük, az ő szakmai hozzáértésük, munkatársaik nélkül roppant nehéz lenne. Ugye ők a helyi szervezőbizottság, de nagyon olajozottan tudunk együttműködni, és kiválóan segítjük egymást. Azt hiszem, hogy évről évre egyre jobb az együttműködés, és sok mindenre tudunk gondolni. Kalmár Attilának, a Pannonsport Kft. Ügyvezető igazgatójának nem volt könnyű feladata idén, hiszen a mezőny duplájára nőtt. A helyi szervező munka mennyire volt nehéz? Ha nem is duplázódtak a feladataink, de valóban érződött, hogy jelentős ez a létszám országszámot tekintve is, és a versenyzők, sportdiplomaták, vezetők száma is jelentősen megnőtt. Ez természetesen elsődlegesen a szállításban, az elhelyezésben érződött, de magában a versenynek a lebonyolításában is kellett olyan lépést tennünk, amely ezt elősegítette, hogy gördülékenyen tudjuk az idei versenyt is megrendezni. Ez azt jelentette számunkra, hogy a bemelegítő teremben olyan fejlesztéseket kellett végrehajtani, hogy ne több mázsásúlyokkal tudjuk megtartani a biztonságot, hanem előre elkészített lyukakkal tudtuk ezt a feladatot teljesíteni. Tehát számtalan ilyen apróság, ami közrejátszott abban, hogy úgy értékeljük, hogy ez az idei verseny logisztikai, szervezői szempontból is sikeres. Volt. A terem berendezése is különleges volt, és hát talán kiemelhetjük a különleges bemutatásokat az egy-egy finálé előtt. Igen, ez is egy világversenynek egyre inkább eleme, hogy mind a versenyzőknek adjuk meg ezt a tiszteletet, mind a nézőknek pedig azt a látványt, amely közel hozza hozzájuk, és valóban más versenyeken is megtapasztalt bemutatás az a versenynek a színvonalát is reprezentálja. Szombathelyen ugye női torna van, de férfi torna nincs. Mennyire volt nehéz megmozgatni a szombathelyieket erre a világkupára? Nem tudom, hogy mennyire jött át, de a nézőszám is legalább megduplázódott, tehát most mondhatjuk el először, hogy 1000 néző fölé emelkedett a jelenlévőknek a száma. Fokoztuk a marketing eszközöket is, de úgy éreztük, hogy éppen együttműködve a helyi torna klubbal ez jól sikerült, és bízunk abban, hogy ez még inkább népszerűsítette a tornát. Elnök úr, ha jól tudom, a világkupával kapcsolatban remek visszhangok érkeztek külföldről. Mindenki nagyon dicsérte a világkupát, mint a rendezést, mint a szerek minőségét, mint a közönséget is, úgyhogy a hangulatát, a szállást, az egész szervezést azt mondták, hogy a jövőre is biztos, hogy el fognak majd jönni. Igen, mert ahogy már az adásunk elején említettük, jövőre is lesz világkupa. Minek köszönhető az, hogy ismét elnyertük ennek a rendezésnek a jogát is? Azt, hogy egyre jobb versenyeket rendezünk, ugye az EIOF-ot is rendeztük, és itt már 12-szer rendezünk Grand Prix-t, illetve most már világkupát, és ezt minden évben a következő évre kiosztják a világkupákat, és jövőre is megkapta Magyarország, úgyhogy nagyon büszkék vannak, ez egy nagyon nagy sportdiplomáciai siker. Tartsanak velünk természetesen jövőre is a Szökkenővándorban, amikor a Tornás Challenge világkupát ismét bemutatjuk, de várjuk Önöket novemberben is. Viszontlátásra!